A polgárháború, ami dúlt annó az országunkban, 91-ben kezdődött. Ha 1000 ember két kezét felmutatná, se lenne képes megmutatni, hányan vesztek oda ezekben az időkben. Legalábbis én így gondolom magamban. Ki tudja, azok furcsa idők voltak. Sierra Leone-ban gyerekként élni elég mocskos dolog volt. 1984-ben születtem, szóval a történetünk kezdetekor is csak a 9. évemet tapostam. Ekkoriban már, mint sok más társamat, gyerekkatonaként besoroztak. Nem mondanám, hogy önszántamból volt. Míg apámékat egy halászházba zárva élve felgyújtották, addig az öcsémet és a húgomat megcsonkították, és hagyták a földön fekve elvérezni őket. Véres gyémánt. Ez volt az ok, amiért 7 éves koromban már az RUF, Forradalmi Egyesült Front soraiba jártam. Nem volt nagy kiképzés. Fordé Szenkoch, ex-százados, inkább csak ösztönzött, hogy öljük a népet. Falut kellett égetni, embereket kínozni, majd agyonlőni őket. Sokan nevetnek azon, hogyha azt mondom, hogy nincs ez több, mikor egy 9 éves harci veterán gyerek az arcodba tolja az AK-47-es puskát. Reménykedsz, hogy a gyenge keze megremeg, ne adj Isten nem bírja el a puskát és mellélő, de ne is próbálkozz. A gyerek, ha nem is céloz pontosan, nem remeg a keze. Fél centiről úgy locsantja szét a koponyád, hogy 2 hétig is a padlóról sikálják a véred. És én is efféle voltam. 93 őszén járhattunk, mikor a kis csapatunk Sange és Freetown között táborozott. Ordas nagy fák voltak valamikor a táborunk környékén. Azonban ezeknek nyoma veszett eddigre már. Valami idióta kitalálta, hogy biztos itt is lehet gyémántot találni, ezért kivágatott minden lombos jószágot. Valószínűleg sokat nem érhettek el azok az úgynevezett bányászok, akik inkább voltak igazából rabszolgák, mivel mindenhol félig rohadó hullák vagy csontvázak hevertek. Mind meghalt. A tábor viszonylagos csendjét, miközben vacsoráztunk, a parancsnok zavarta meg. Bashir Vaisib, horihorgas fickó volt. Az a féle, akit csak akkor veszel észre a sötétben, ha éppen nem pislog vagy vigyorodik el. Jobb kezében lazán lógatott egy pisztolyt, vigyázva rá, nehogy lábon lője magát. Szabad be és felállni! Vadászni megyünk. Amelyik csontos valagú kis szarjankó nem kell fel fél percen belül. Itt marad. Bashir nem volt nyájaskodó, mint a többi marha, aki kiképzett minket. Keményen beszélt, és elpüfölt, ha nem tetted, amit kellett. Ezektől a mondataitól azonban nem kellett félni. Fenyegetésnek bőven jó volt. Ha itt akart volna valakit hagyni, azt lábon lövi és lelép. Gyorsan betoltam az utolsó adag ételt a számba, majd feltápászkodtam a földről. Magamhoz vettem szegényes batyumot, valamint a fegyverem, és követtem a csapat többi tagját. Alig voltunk 10. Többségben eddigre már csak fedezékként követtük a nagyobb csapatokat. Ha baj ütött be, értsd, jött a katonasság valamelyik szakasza. Mi voltunk az aktuális áldozatok, amíg a főcsapat felvette a nyúlcipőt. Rohadt egy időszak. Testvér testvért ölt. Ahogy a vezetőnk kívánta, fél perc múlva mindenki egyenes sorba állt, még Bashir kijelentette a napi jelentést. Sajnálom, hogy ilyen késői időbe kellett titeket felkeltenem. Nemrég kaptuk a jelentést, hogy Ifrak parancsnok eltűnt az embereivel együtt. Az utolsó tartózkodási helyük innen körülbelül 3-4 kilométerre volt. Utánuk kell néznünk. Nekem csak 5 ember kell, nem több. Akiknek mondom a nevét, velem tartanak. A többiek itt maradnak és megvárják még ideire a holnapi csapat az alaptáborból. Sam már vigyázz rátok addig. Aki szökni merészel, meghal. A mondandója végét benyúlt az inge alá, majd egy gyűrt papírt elővéve olvasni kezdte a neveket. Koba, Satu, Simon, Solomon, Mugad, ti velem jöttök. A többiekkel együtt én is kiléptem a sorból.
kezembe szorongatva az AK-47-esem, az övembe pedig a Glockkal. Bashir végigmért minket, majd mindegyikünk kezéből kiütötte a puskát. Erre semmi szükség, pisztolyt és kést hozzatok magatokkal. Ez a rozsdás vacak nehéz és zajos. Fél óra múlva már csak halvány fény volt az agyamba, a tábor bármiféle biztonsága. Lopakodva haladtunk, fegyvereinket épp csak készen létbe hagyva. Bashir főnök feszülten tekintett maga elé. Majdnem 10 percenként egy bokorba húzódva parancsolt megállt nekünk. Minden eszre paranoiás aggodalommal figyelt. A feszített tempó miatt gyorsan elértük a keresett helyet. Egy pár házból álló faluféleség volt, jól elrejtve a bejárt utaktól. A hold viszont kellően fényes volt, hogy megvilágítsa a lakhely mellett húzódó keskeny folyót, így nem kellett megszakadnunk a keresésbe. A falu egészen addig csendben volt, míg valaki fel nem sikoltott. Ahogy Bashir megmerevedett a hangtól, mi is így tettünk. Kibiztosítottam a pisztolyom, majd lassan megemeltem és a falu felé fordítottam. Mielőtt bármit tettem volna, egy hang szólt mellettem. Meg ne tedd, Szatu! Lassan odafordítottam a fejem. Bashir főnök guggolt mellettem. Szinte észre sem vettem, hogy a menetoszlop elejétől majdnem a végéig hozzám kúszott oda. A sikoltás lassan elhalt, majd hirtelen újra felcsapott, ezúttal több tucat ember torkából. Bashir felegyenesedett, majd felordított. Hátra, a francba hátráljatok és tűz! Mi pedig tettük a parancsot. A sötétben csupán felénk szaladó sötét arakokat láttunk, akik elkeseredetten sikoltoztak és hablatyoltak valamit, amit nem értettünk. A fegyverekből előtorkolott tűz volt csupán, ami fél másodpercig világította meg áldozataink. Fegyvertelen emberek voltak. Tisztán láttam, amint az egyik asszony, aki magasba emelt kézzel szaladt felém, a következő pillanatban holtan esik össze. Nem én lőttem. Szolomon a mellettem lévő fiú tüzelt. A lövés után rám mordult. Gyerünk, Szatú, nincs kegyelem! Faktába lőttem egyet, féloldalasan Szolomonra figyelve. Valakit biztos eltaláltam, hisz hallottam a tompa cuppanást, ahogy a lövedék belefúródott valakibe. De én a társam néztem. A 10 éves fiú komoly arca hirtelen félelembe szaladt át. Majd egy fekete árny eltüntette előlem az ábrázatát. Valami rávetette magát. Egy pillanatra lefagyva néztem, majd visszakaptam a fejem a falu felé, és újra tüzeltem. Egy férfi futott felém, akinek az arcába furódott a lövedék, de ő szinte nem is foglalkozott vele. Bosszúsan felnyögött, de még rám vetette magát. Az izzadt arca az enyémbe nyomódott. A szétroncsolt állkapcsából sós vér folyt a számba. Nem tudom, miként volt képes túlélni a lövésem, pláne megszólalni ezek után. Ostoba! Fuss már! Abban a pillanatban nem esett le, mit akart mondani. Csupán pár nappal később. Ostoba! Fuss már! Én pedig, mint egy veszélyben érzett katona, megvédtem magam a jó tanácstól. A pisztolyt a gyomrához szorítva 3-szor tüzeltem. A fickó megmerevedett, majd legördült rólam. Nagy nehezen ülőhelyzetbe erőltettem magam. Körülöttem heves lövések hallatszódtak. Többségbe társai üvöltése és Bashir átkozódása. A picsába már védjétek magatokat! Hagyd Szolomont, ő halott! Próbáltam kiszűrni, hogy merre lehet a vezetőnk. Hasra vágtam magam, és az egyik holtestig kúszva bebújtam a hulla alá. Onnan lestem, mi történik körülöttem. Nem voltam gyáva, csupán óvatos. Mugrad, a félvak srác a csapatomból, egy fa mellett görnyedve töltötte éppen újra a pisztolyát, miközben az egyik bokor felé ordított. Nem látom őt, Koba! Nem látom! Valaki felsikoltott mellettem, amire oda kaptam a fejem. Tőlem pár méterre Simont láttam, amint próbált magáról valakit lerázni. Egy fekete bundájú teremtmény nehezedett a mellkasára, és a mancsát felemelve lecsapott újra és újra. Simon 12 éves volt, akárcsak Szolomon, és mindketten meghaltak. A teremtmény már az első csapással feltépte Simon torkát.
A vér gurgulázva tört elő a fiú torkából. Kezei még görcsösen csapkodták a szőrös testet. A következő csapás egy az egyben letépte a fiú egész arcát. A dög elégedett mordulással még a hasába vájta a karmait. Majd sárga szemeivel a túlélőket fürkészte. Engem a holttest miatt nem vett észre, de Mugradot igen. A fiút célirányosan elkezdte üldözni. Ő pedig a bokrok közé menekült. Akkor láttam utoljára Mugradot. Talán ő is túlélte, mint én. A dög csak azért nem üldözte tovább, mert Kubach rosszkor nézett ki a búvóhelyéről. A teremtmény elrohant felettem, majd egy ugrással rávetette magát a társamra. Kubach nem ordított. A széles karom felmetszette a torkát, kis ilyen letépve az egész fejét. A fiú rögtön meghalt. Egy fának esve, szinte egyenes háttal megállt, és a villáig lebucskázott feje pont felém nézett. Közben a vér szép lassan beterítette a bokrok leveleit, a fatörzsét és a dögöt, aki heves mordulat, és a dögöt, aki heves mozdulattal átkarolta a holttestet, és magához rántva belemart a hullavállába. A dög abba hagyta Kubach csámcsogását, és felnézett Basir főnökre. Amaz, mikor észrevette, hogy a lény figyeli, hirtelen megállt, és afelé nézett, ahol én hevertem a hulla alatt. Máig fogalmam sincs, hogy honnan tudta az ott létem. Minden esetre ennyit mondott. Fedez, Szatú! Lelépek! Azzal kirántotta a gránát biztosító peckét, és a macsetejét lengetve a dög felé rohant. Az pedig a főnök felé. Ugyan fedező tüzet kért tőlem, nekem azonban semmi kedven nem volt ott meghalni. Feltápászkodtam a földről, és vaktában lőttem egyet a szörny és a vezetőnk felé. A második lövés cél talált. Basir meglepődve felkiáltott és orra bukott. A szörny rávetette magát, és feltépte a hátát. Ez volt az utolsó dolog, amit láttam az aznap esti mészárlásból. A pisztolyom eldobva futni kezdtem arra, amerre a táborunkat sejtettem. A gazok, ágak, indák az arcomba csapódtak, lila foltokkal ékesítve az arcom. De mit sem érdekeltek ezek a tények, onnantól kezdve, hogy a gránát robbanását meghallottam. Csak reménykedni mertem, hogy a lény beledöglött. Én minden esetre csak futottam, még meg nem láttam az első táborfényeket. És ezek után mi történt? Az már más történet.